Cső, izé, mi? Nincs is. Nincs olyan, nem tudom, hány ezer feliratkozó. Mert mi nem reklámozzuk magunkat, mint mások. Magunkat reklámozni kéne. Aha. Ja, jó. És tök jó, hogy én, ezt ugye a kamerát. Ez Akkor mi a beszállok. rák? Hülye reklám megint. Megint reklám. Tényleg, tudjátok, itt keresek azt a YouTube-os, akik általában majdnem mindenki csinálja a pikát, tudod, most nevét nem tudom, de egy dolgot megjegyeztem róla. Ezt ennyit tudok, meg egyik videójában mondta, hogy behugyozott, meg ilyen. De nem tudom, hogy mi a fontos a neve. Majd lehet valaki megírhatná, mert akkor feliratkozok rá, ezt boldogítom. Na, vagy így írkálom neki a okosságaimat, nem jól csinálod, meg hogy rosszul csinálod, meg hogy jól kommentelek. Meg ilyeneket magyarázok majd neki aztán. Vagy betilt, vagy nem. Meg majd így vissza izélek neki, meg lássa, hogy egy szinten vagyok vele, és akkor így valami lesz. Azt reklámoztatom vele, mert több feliratkozója van. Reklámot tök jó, nem? Nem. Nem? Meg kell tudni, hogy hol vagyok. Nem akarok lemenni hozzá. Miért nem? Majd te mész, megmondod, hogy ez futár leszel, nem? Csak is. Jobb dolgom nincs. Hát nincs. Cigányokhoz van, de... Hát azért, mert nekem van jobb dolgom. Klozeton játszani a telefonon, a gép előtt játszani, úgyhogy egy gépen. Klozettal játszani a telefonon. Hát azt szoktam, Jó. klozeton ülök és játszok a telefonon, Én akkor fordítom mondtam. tévé előtt játszok a telefonon, gép előtt megtöltöm fel a videót, miközben játszok a gépen. Mi lenne, hogy felszáll a WC-n, WC-zre? Azt is szoktam. Tudod, amikor tölt, akkor kierőltetem a többi. Játszok. De megint nem fasságba az a videóval. Nem azt akartuk. Lehet. De mit akartunk? Boldog új évet kívánni. Értél? Ja, bué! Úgy kell mondani. Többnyire. Ja. Mit jelentem, hogy boldog Bué. Boldog új új évet. évet kívánok, nem? Bué. Boldog új évet. Nem. Kívánok. B-U-E-K. Boldog új évet kívánok. Ennyi. Hát tényleg! Jó, van nekem is bezavart valami. Buhaik meg ezt nem szóltál ki át olyan lenni? De. Kó. Kó buhaik kö. Fel ki át olyan. Ah, tehát a tudom, értem most. Ja. Ki? Nyújtsunk föl valamit ennek örömére. Oké, mi? Azt az ágyat. Könyvet. Van benne szívott. Az jó lé, tapasztalat. Ja, van benne. Nyújtsunk föl. Most. Aha. Mi? Meg bújé. Majd pontosan új évkor, hogy benzinnel hogy csak itt ezt begyújtsuk. Szoba közöttünk. Jó lé, nem? Hát Kurva csak... jó lesz. Boldog új évet! Ott minden fa, ott is. Könnyen gyullad minden, tök jó környezetben. Ilyen biztonságos környezetben vagyunk, és már majd 4 perc. 4 perc! Ezt úgy mondtad, mint hogy éjfél lenne. De már az is van, ki tudja. Ja. Tehát mennyi az idő? Nem tudom. Hajnali 4. Nem mondom! Várjál, rázumolok a monitorra, látni fogom. 20 óra. Mondd meg, mennyi van 20 óra. Nem tudom, mert nagyon pixeles. Na jó, amúgy 20 óra 15 van. De mennyire pixeles a fejed? Kurvára. Menj hátra! Ijesztő a fejed, ezt majd belerakom valami Jó. Outlast-be. A ilyen Minecraft. Róla a Oké. Te vagy ez a csöves, aki erdőbe baszkodja a fát, mi? Meg lopja az emberektől bár birkát. Én lopok mindent. Tényleg a Sims, hát nem tudom, miről beszél.
Én rájöttem, hogy miért unatkozok. Mert unatkozás ingerem van. Nem tudok mit mondani. Én se. Jó vagy. De úgy érted, mint mondok amúgy. Ja. Oké, mert én nem. Hogyha mi megmondjuk a fasságot, Addig is tűnünk. ahelyett, hogy kívántunk volna boldog új évet, és sikerekben gazdag karácsony. Kárli. Ez fordítva. Nem, karácsony sikerekben gazdag, mert akkor kapják meg a emberek a BMW-t, a Lamborghini-t, a Xbox 382-t, akkor a PS25-öt, akkor a izét a 3000 kiló terabájtos izé Winchester-t a gépbe, meg a 20 kiló, mi a, hogy mondta? Hogy mondta? 20 terakilobájtos memória kártya. Ne is belezavarom. Jó, az iPhone 8-ot. Nem tudunk iPhone 8-ot előre? Na, ma van. Kínaiaknál ilyen után gyártottunk. Nem biztosan. Te hitted a kínaiakkal, hogy van iPhone 8, akkor azok gyártanak. Menjünk oda! Tényleg, menjünk már. Igen, de az oda mennek. Menjünk Koreába dolgozni. Milyen? Gyerekmunkása? Nem, ott bemész kockulni, az kapsz szét a pénzt, az munka. Jaj, jó. Tök jó munka lenni. De a gyerekmunkásnak is mész. Én addig kockolod, te meg addig gyártod a izé, pincébe a gumicsizmákat. Meg a tehelybe tudod gyártani a izét, a párizsit, még ilyeneket tudod, ami selejt a gumicsizmába, az oda beledobvál, belekotról. Ja. Meg aki éppen ott éppen kezd meghalni, vagy valami az hallgat, azt így. Meg mókus hittet, ami ott van bele, túlmixoz, patkányi biztos van. Az bele túlmixoz, ez kény. Ez instant kaja. Nem is kell az, amely tudsz kajálni ott. Ott fogom lejönni az életen. Kaja van, munka van. Nem más kell. Aludni nem kell. Alszol majd ott a daráló tetején. Darálóban. És kényed az oldalán, ahogy folyik ki a cucc, de nem egy ilyen csövöljön kell, nem annyit ott is egy gyökje. De azt van ilyen nagy tárgyó, ilyen egyenes arra főfekszel, vagy a, izé a gumisor, vagy mi az, ami ott megy, azt arra főfekszel, azt tartó. Jó. Kb. Meg a, max a kampók így mindig beleakadnak a fejedbe, azt mi akadályoz nekem? Akkor én ezt csinálom, közben te kockulsz. Aha. Oké. Okay. Nem jó. De. Én addig hülyére keresem magam ilyen havi 500 ezeret fogok keresni azon, hogy napi az 20 órában ülök a gép előtt és kockulok. Te meg ízzük, keresél havi 20 ezer forintot az, hogy gumicsizmát csinál. Meg a haszmodat! Ha megeszed a Paríze! Tényleg az, hogy meg lehet még gondolkod, mert most nyitják itt a pincébe egy ilyen gumicsizmagyártó üzemet, ahol egybe gyártanak Parízet is. Remek ötleteid egyik. Mi most például, ha jön megint egy ilyen csirke szalmonella, vagy disznó szalmonella, vagy valami, abban megvedd remek, nem? Állatod. Ja. Na most megfogod, azt akik megfognak, azt így betúrni szóra a Parízre. Meg ami ott marad a gumicizmából, milyen ekkort a kis darabok biztos ott vannak beolvasztani. Nem tudod, inkább belekortod a Parízre. Meg most mesélsz a falra egy kis ízét, falat, meg pődet, meg ilyenek, azt is jó. Tele van táplálék, a Bartos mondta. Vakolat is tele van. De Dunáról szedszett egy békát, meg döglött halakat, keresett azt. Meg pont döglött. Azt könnyű megfogni. De én arra értem rá, hogy az embereknek miért nem jó döglött állatot megenni? Miért kell élő állatot fogni, amikor úgyis megölik őket? Mert de tényleg most megfogod, ott fekszik az erdő közepén egy félig szétrágott kecske vagy valami,
hazahúzod, földobod a tőzzel, csak az úgy is kiég belőle, nem? Nem. Többnyire. Most a kukacok még beleégnek, hogy... Ami káros, az úgy is elég a tűz, nem? Ja. Aztán lesz egy ilyen... Olyan lesz a csontja, hogy el tudod rágni. Leönted egy kis ízű, ecettel, az így olyan lesz a csont. Most kólával leönted, a gumicukor lesz a csont. Tényleg mióta megy? 10 perc. A szép. A 10 percet dumálunk a gumicsizmákról, meg a kockulásról, meg a dögnött állatokról. Kecskére. Csupakabra. És kétszer képernyő. Szállamat. De neked is a kecskéről, a csupakabra jut eszedbe, vagy csak én vagyok ilyen hülye? Nekem is. Akkor jó. A elhagyott te meg gyógyintézetekről, meg a izék jutnak eszedbe, nem? A szellemek, meg az outlet. Mondjuk. Az elhagyott elmegy gyógyintézetről, te is eszembe jutsz. Eljössz majd velem te is. Jaj, a fasz. Mi most kirablunk egy bankot, mindenki minket keres, meg örülünk, nem tudunk mit csinálni, azt elkezdünk vágni a falat, meg izé. Azt elkezdünk remegni össze-vissza, azt gumiszobába bevisznek, aztán jó. Jaj, azt tudunk ugrálni a gumiszobában, az fajtól. Azt hogy most akarsz így beutaló nélkül bemenni. Nem bemegyek úgy, úgy vagyom lesz. Jajó. Max, azok a izélem, azok a elmebetegek ott bent. Izé kivágják a szememet, összevarják a bőrt meg. De mivel? Dróttal. Oké. Okay. Kiszedik dróttal a szemem, kaparják dróttal. A drót addig bontossák a bőrt, ameddig ő nem szakad. Ezt kihúzzák, tudod, hogy lehúzzák, ameddig, ameddig tudják, azt megfogják, ez drót így az orromba, minden annyi a drót. Ugye, hogy én 100%-ig balra is vagyok. Legalább annyira, mint az őszök. Igen. Te, hogy jobban kell? Lehet, az ember az... Lehet, nem azért... Nem azért csinálja meg izé... Mert jó lesz itt nekem, hanem az már ilyen önvédelem. Megijedt a kamerától! Ez már elég a hülyeség. Biztos. Én meg akarok beszélni az hogy mit raknak a parizerbe. Szerintem senki nem akarja tudni, mit raknak a parizerbe. De én igen. Én szeretem tudni, hogy mit teszek. Persze, parizert. Nem? De és mit teszek? Mi van a vízsébe? Kába ugyanaz, mint a parizertben. Csak nyers. Parizert az nem nyers. Nem tudom, de fehér egeret is raktak bele. Jó van az most. De mit mondod, hogy mit tudod, fehér egér belé? Fehér egeret, szó szerint. Azt mondták nekem, hogy beledarálják a éregedet, és én ilyen 6 éven a legjobb. Ki tudja, ma van minden. De jó, most ez engem most sem kell piszkálni. A moleszteráltak a fehér egéren. Ja. Most már szök panizsa. De azt is csak a berényzerültek. Na. Megkívánom. Csak ugye szép. Jó. Mutat, hogy szép feszíti a szádat, ezt egy egész tudat megfogyatok. Nem? Vagy megfogja, így szép feszíti a szádat, így töltsék bele, le tudunk szólni a parizet, egy kis ketchup-tal, meg így szépen. Sőt, bordával, csonttal együtt, azt én beletettem. De kipróbáljuk, hogy olyan pizzát le tudunk szóljuk. Én ettem már csokis pizzát. Én nem akarok. Én megkóstoltam. Ha már pizza, akkor legyen rajta normális. Nem elég normális. Itt kell küldeni ilyen pizza szósz, akkor bacon, szalonna, sonka,
Kukorica, Szalonna, sajt. kukorica, szalonna, bab, ilyen tejfölös mustáros szósz, Szalonna. kávécsi, ilyen vastag pizza. És akkor tetére még ráolvasztani a sajtot, és akkor megfúj, szétesik az egész. Tegyem, hogy kiabálok. Szerintem igen. Bárhol jól lehet hallani a hangot. Szerinted ezt is lehet? Sűvít a szél. Hátulján van a mikrofon? El is sátul is. Na látod, király. Most elől. Hol a mikrofon? Itt van-e? Na mindjárt megnézzük. De tényleg végene kéne, mert már mindjárt 16. Na jó van. Akkor nézzetek most egy 16-ig a szekrényt, úgyhogy mi kusba vagyunk. Na, letelt a 16. Jó van. Hát akkor boldog új évet. Egyszer, na. Mikor? Beszámok de mi három. Mit mondunk? Boldog új évet, ennyi. Oké, na. 1, 2, 3. Boldog új évet mindenkinek, na. És legyen mindenki részeg. Vagy betétve.